15 000 dollár özdíjazású Bajai VHB Ladies Open keddi játéknapján 4 magyar játékos is pályára lépett. A tegnapi sikeres selejtező után Kaszás Petra már a főtábláért játszhatott, ellenfele a német Julia Kimmelmann volt. A balkezes német végig kiegyensúlyozottan teniszezett, végül 6-1, 6-0 lépett tovább. Igazából ez volt az első profi versenyem így összességében, és úgy gondolom, hogy tegnap sikerült nyernem, ez már a második köröm volt, úgyhogy igazából örülök a teljesítményemnek. Ma nem éreztem úgy, hogy sok keresnivalóm lenne a pályán, egy balkezes lány ellen játszottam, és sok tapasztalatom nincsen balkezesek ellen. Próbáltam felvenni a falat, ez ma nem sikerült, de remélem majd a következő versenyemben tudok tovább haladni. Nemrégiben magyar állampolgárrá váló Mia Mejic szintén a főtábláért játszhatott, méghozzá szerb Katarina Dukic ellen. Mejic végig nagyszerűen teniszezett, sima két szetben 6-2, 6-0-val hozta a mérkőzést. Well, match was, you know, fine. She's injured. We're actually good friends, so she couldn't play her best, but we had a fine match, so I'm satisfied and happy. Well, honestly, I just play on her back end because that's her worst shot. And I just try to, you know, play, how to say, more balls than her, just to make less mistakes and to force her to make more mistakes than me. Párbás Réka is sikerrel vette az első selejtezőkört. Ellenfel a főtáblára jutásért a lengyel Johanna Zavacka volt. Réka végig jól játszott, a 6-3-as első szett után nem hagyott sok esélyt ellenfelének, így két szettben 6-3, 6-1-jel főtáblás. Nagyon jól játszott az ellenfelem. Volt egy nagyon jó szerva és egy nagyon erős tenyerese. A tenyerest azt minden helyzetből igazából bárhova be tudta ütni, de sikerült, nagyon jól játszom és sikerült megnyerni. A nap utolsó magyar játékosa Müller Nikoletta volt. Ő a cseh Adela Jarasová ellen lépett pályára. A magyar játékosnak voltak jó pillanatai a mérkőzésen, azonban 6-2-6-2-vel Jarasová lépett tovább a következő körbe. Igazából élveztem a meccset, az elején kicsit rosszul indítottam, utána a közepén kezdtem belemelegedni a játékba, de az volt a probléma, hogy a fonálkaimat nem tudtam normálisan igazából megütni, meg a előnyöket nem tudtam befejezni, meg sok olcsó pontot adtam. Szerintem lehetett volna szorosabb is, de most így sikerült.